továbbra is itt a Terézvárosi Magazinban témánk a szociális munka napja, és minden, ami ezzel összefügg. Terézváros önkormányzata rengeteget tesz azért, hogy szociálisan a rászorultak ellátásban részesüljenek, jó ellátással, jobb ellátással bírjanak. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálatnak a munkatársai vannak itt velem, tudom, hogy nem így hívják, mindjárt ki fogjuk bontani, több ágon bogon megy az ügy, hiszen a családok átmeneti otthona itt Terézvárosban most volt 25 éves, ezzel kapcsolatban volt egy konferencia, és ezzel kapcsolatban vannak itt vendégeim is. Dr. Kopács Judit, a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője, szeretettel köszöntelek, és itt van velünk egy szakmai vezető a központból, Szabolné Bánfalvi Katalin, aki nagyon sok területet fog érinteni, hiszen nem csak gyakorolja a szakmáját, hanem még egyetemen oktatja is. Nos, a Családok átmeneti otthonáról készítettünk és készítünk is több filmet az elmúlt időszakban, pont a 25 év kapcsán. Nagyon sokféleképpen változott egyáltalán a szociális ágazat az önkormányzaton belül jogszabályi környezetnek megfelelően. Hogyan jött létre 25 évvel ezelőtt ez az átmeneti otthon? Az átmeneti otthon 1993-ban alakult meg a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat részeként. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat is egy úttörő intézmény, nem csak a kerületben, nem csak a fővárosban, hanem országos szinten is. Ez azt jelenti, hogy ezzel a szociális ágazattal addig intézményesített formában sehol nem foglalkoztak? Igen, ez így is van. Ugye a szociális törvény is 1993-ban jött létre, megelőzte a szociális törvényt is a családsegítő szolgálatoknak a létrejötte, és egyáltalán a szociális szakma szakképzésnek a beindulása is. A családsegítő szolgálatok létrejöttének előzményeként az 1980-as években folyó társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásokat tartják. Ugye a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának záró tanulmányában fogalmaztak meg ajánlásokat a kutatást végző szakemberek, és tulajdonképpen ők fogalmazták meg, hogy szükség lenne olyan jellegű intézményeknek a létrehozására, ahol a rászoruló szenvedélybetegséggel, lakhatási problémákkal, adósságokkal küzdő egyéneknek, személyeknek, családoknak tudnak segítséget nyújtani, és tulajdonképpen egy ilyen szinte civil kezdeményezés keretében alakultak meg az első családsegítő szolgálatok. Na most jelen pillanatban több ágazaton működik ez az intézmény. Egyszer van az átmeneti otthon, akkor van a gyermekjóléti szolgálat. A harmadik? A központ. A gyermekjóléti központ. Gyermekjóléti központ. Család és gyermek. Kikkel, milyen kapcsolatban álltok? Tehát kik a partnerintézmények, és hogyan működik a gyakorlatban, hiszen pontosan az a lényege, hogy a gyakorlatban tudtok segítséget nyújtani a családoknak. Tehát milyen szövevényes rendszeren keresztül válik működőképessé ez a központ? Én egy picit még itt folytatnám a történetiséget, ugye azzal, hogy 1985-ben létrejött a családsegítő szolgálat, és ezzel a családsegítés feladatát magára véve vállalva, amit aztán az 1993. évi szociális törvény már egy létező szolgáltatásként nevesített is. Ugye Terézváros önkormányzata már akkor is nagyon odafigyelt arra, hogy mindenféle támogatás segítséget megadjon a rászoruló személyeknek, családoknak, és ezért fogadta a családsegítő szolgálat akkori szakembereinek a kezdeményezését, akik arra a problémára voltak nagyon érzékenyek, és abban a problémában szerettek volna előrelépést elérni, hogy a hajléktalan családok számára valamiféle kezdő lakhatási támogatás lehetőséget biztosítani, megtámogatni a családokat annyi időre, néhány hónapra, hogy ők egy kicsit megpihenjenek, energiát gyűjtsenek, pénzt gyűjtsenek maguknak, hogy tudjanak tovább állni. És ezek a családok voltak az átmeneti otthonnak az első lakói, akik az ott dolgozó szociális munkásoktól, a családsegítő szolgálat egyéb dolgozóitól, a szolgálat egyéb létező
önszolgáltatást nyújtó szakembereitől sokféle támogatást kaptak a továbblépéshez. 1997 volt a következő fontos dátum a szociális intézményrendszer, pontosabban a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti rendszer tekintetében országosan is és Terézvárosban is. 1997-es évi törvénnyel jöttek létre a gyermekjóléti szolgálatok, amelyek ugye a gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézményként töltötték be azt a korábban létező űrt, hogyha egy gyermeket nevelő családdal nehézségek, problémák voltak, veszélyeztetett volt egy gyermek. Ugye 97-et megelőzően egyedül a gyámhatóság volt az egyetlen, amelyik belépett ilyenkor a család életébe, de mármint hatósági szereplő, és a jogalkotók a gyermekjóléti szolgálatok létrehozásával azt szerették volna elérni, hogy ne a gyámhatóság legyen az első, aki megjelenik ilyenkor egy család életében, hanem a hatósági fellépést, a hatósági beavatkozást előzze meg egy szolgáltatás, egy szolgáltató jellegű intézmény, és akkor így jött létre Terézvárosban is 1999-ben a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat. És akkor ezt követően a két intézmény egymás munkáját kiegészítve, egymás munkáját támogatva működött. A családsegítő szolgálat alapvetően tehát a rászoruló felnőtt emberekkel foglalkozott az ő részükre nyújtott segítséget, a gyermekjóléti szolgálat pedig a gyermeket nevelő családoknak igyekezett támogatást nyújtani a gyermekeknek a családban történő nevelkedésében, a veszélyeztetettségnek a megelőzésében, illetve a kialakult veszélyeztetettségnek az enyhítésében. Természetesen volt kommunikáció, meg volt együttműködés a két intézmény között, hiszen voltak olyan szolgáltatások, speciális szolgáltatások, amelyeket nem a gyermekjóléti szolgálat nyújtott, hanem a családsegítő szolgálat. Gondolok például arra, hogy akkoriban a családsegítő szolgálat részeként működött egy szociális étterem is, és a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozó családgondozó, hogyha úgy látta, úgy tapasztalta, hogy az ő általa gondozott családban jól jönne, hogyha a szociális étkezésben részesülhetnének, akkor a gyermekjóléti szolgálatos kollega felvette a kapcsolatot a családsegítő szolgálat családgondozójával, és segített ehhez a szolgáltatáshoz hozzájutni a gyermekjóléti szolgálatos családnak is. Ugyanakkor nyilván látszik, hogy ez azért nagyon sok átfedés, nagyon sok párhuzamosságot rejtett magában, ez a fajta intézményrendszeri működés, és ez nem csak nálunk itt a 6. kerületben volt jellemző, hanem országos szinten is, és többek között ez is indította el azt a fajta jogalkotói gondolkodást, és aztán pedig született meg az a jogalkotói döntés, hogy a családsegítő szolgálatokat és a gyermekjóléti szolgálatokat integrálják. 2015-ben született meg erre vonatkozóan törvénymódosítás, amely mind a szociális törvényt, mind pedig a gyermekvédelmi törvényt módosította, és ez a törvénymódosítás előírta, hogy 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy intézményi keretben működhet, és ennek a törvényi szabályozásnak a nyomán döntött úgy Terézváros képviselőtestülete, hogy 2016. január 1-től a korábbi családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ néven folytatja tovább a működését. Hogy ez az új törvény egy központba integrálta bele a különböző ágazatokat, ez azt gondolom, hogy egy okos döntés volt, mert tényleg nem duplázódtak a jogkörök, meg a lehetőségek, nem siklottak el, nem mentek el egymás mellett párhuzamosan bizonyos ügyek. De hogyan sikerült a központ kialakítása, összevonása, a munkáknak a koordinálása ez alatt a pár év alatt? Mert gondolom nem egyik pillanatról a másikra ment, hanem ennek volt egy képlékeny időszaka. Hát természetesen ehhez azért idő kellett. A 2016-os év, sőt, meg a 2017. esztendő is nagymértékben a változásokról, a változásokhoz való hozzáigazodásról szólt. Nem volt könnyű, de én azt gondolom, hogy sikerült eredményesen ezt a munkát elvégeznünk. Ugye az volt a célunk, hogy mindazokat a jó gyakorlatokat, mindazokat a jó szolgáltatásokat, szolgáltatási elemeket, amelyeket már a korábbi családsegítő szolgálattól, a korábbi
korábbi gyermekjóléti szolgálat kidolgoztak, ezeket a jó gyakorlatokat megtartsuk és tovább vigyük, meg hát természetesen a korábbi szolgáltatásokat is, hiszen a családsegítés a gyermekjóléti integrációjával ebbe az Egyesült TCGK nevű intézménybe bekerült a családok átmeneti otthona is, és amikor kialakítottuk az új intézménynek a szervezeti struktúráját, egy önálló szakmai egységet képeztünk a családok átmeneti otthona tekintetében is, tehát a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ a családok átmeneti otthona szakmai egységgel, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységgel, valamint egy szintén központ nevet viselő szakmai egységgel kezdte meg a működését 16-ban, illetve ekkor még volt a szociális étterem is, amit szintén megörököltünk a régi családsegítő szolgálattól. E tekintetben viszont az a szakmai álláspont alakult ki intézményen belül, és aztán ezzel a szakmai állásponttal fordultunk a fenntartó önkormányzathoz, hogy szerencsésebbnek láttuk azt, hogy egy kerületen belül egy szociális szolgáltatást, nevesítve a szociális étkezés szolgáltatást, ne két intézmény nyújtson, hanem sokkal koncentráltabb és sokkal kifizetődőbb is, hogyha ugyanazt a szolgáltatást egy intézmény egy kézbe tartva biztosítja. Uh-huh. Ezt úgy gondoltuk, hogy ezt a szolgáltatást megkínálnánk a Terézvárosi Gondozó Szolgálatnak. Természetesen még mielőtt az ötletünkkel elindultunk bármilyen megvalósítási irányba, én előtte egyeztettem a Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézmény vezetőjével, hiszen a statisztikai adatok alapján azt láttuk, hogy a kerületi szociális étkeztetésben jóval nagyobb szeletet vitt el a gondozó szolgálat, és ezért gondoltam azt, hogy azt a kevesebb részét, amit korábban mi a szociális étterem keretében elláttuk, ezt a feladatot inkább átadnánk a gondozószolgálatnak, és ezzel is egy lehetőséget teremtettük számunkra, hogy a bejövő új feladatokkal, az integrációval együtt járó számtalan nehézséggel jobban megküzdjünk, hiszen az erőforrásainkat inkább ezekre az új feladatokra, ezekre az új szolgáltatásokra, a korábbi addig két különműködő intézménynek az egy stábbá való összecsiszolására kellett fordítani. Hányféle feladatot kell ellátni a mindennapokban, hogyha az intézményeket most így összevetve tekintjük? A szociális munkások, akik nálatok dolgoznak, igen, akiről hozzá kell tennem, hogy magas szakmai képességgel rendelkező főiskolát, egyetemet végzett munkatársakról van szó. És nagyon elhivatottak. És rettentő elhivatottak, a nap 24 órájába végzik áldozatos munkájukat. Tehát hányféle feladatot kell ellátni? Hát valójában a törvény meghatározza, hogy egy szociális munkásnak mit kell csinálnia ezekbe az intézményekbe, és természetesen a törvény által előírt feladatokat látja el, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon szerte ágazó az ő munkájuk, hiszen a törvény is kimondja, hogy a legfontosabb, de a legeslegfontosabb feladat az, hogy a gyerekek családba nevelkedjenek, és a szociális munka eszközeivel és módszereivel természetesen mindent meg kell nekik ezért tenni. És hát ehhez persze a családot olyan helyzetbe kell hozni, hogy a gyermekeiket tényleg tudják nevelni, viszont hogyha nem sikerül valamilyen oknál fogva a veszélyeztetettséget elhárítani, akkor természetesen a szolgálat hatósági intézkedést kezdeményez, és később, ha úgy látja a központnak az esetmenedzsere, hogy sajnos meg kell tenni a megfelelő lépéseket, akkor hatósági javaslatot fog tenni. Tehát elsősorban én azt gondolom, hogy ez a munka, ez még megpróbáljuk a gyerekeket családba tartani, ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon hosszú út sokszor, mind a családnak, mind a kollégáinknak, és azt is gondolom,
hogy azért sokat segít nekünk a kerületben lévő jelzőrendszeri tagok, akik kellő időben, kellő módon szokták jelezni felénk, hogyha úgy látják, hogy vannak problémák. Illetve azt is el kell mondani, hogy nem csak a jelzőrendszeri tagok, hanem gyakran kapunk a lakosságtól is jelzéseket, és ezek a jelzések mindig nagyon előrevivőek, mindig nagyon látni benne, hogy aggódnak ezek az emberek az embertársaikért, és azért jeleznek, mert próbálnak segíteni. Tehát nem a rossz indulatot kell a jelzésben így nézni, van, hanem így a segítő. Van, a segítő így egyébként van. Ez egy felhívás is lehet egyben, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, hogyha észleljük, hogy valahol probléma van, megundandó dolog. Sokszor a család szégyeli, hogyha valamilyen problémája van, és befelé fordul, és aztán egyre lejjebb őrlődik, ahelyett, hogy időben esetleg a gondozó szolgálathoz lehetne fordulni. Igen, találkozunk, én azt gondolom, ilyen családokkal, akikről nagyon nem tudtunk semmit, és egyszer csak kapunk egy jelzést, és a jelzésből tudjuk meg, hogy sajnos nincs mit enniük, vagy a gyerekeknek nincs ruhájuk, vagy nincs tanszerük, és gyakorlatilag, amikor megismerjük a családot, akkor sokszor érezhető, hogy egy kicsit szégyelik is azt a helyzetet, amiben vannak, de aztán, amikor a kollégáim, vagy a kollégáink a segítő attitűdjükkel elmennek, akkor a családhoz, akkor természetesen azt lehet érzékelni, hogy megnyílik a család, és szívesen fogadja a kollégát. A családlátogatás akkor ezek szerint egy napi rutin? A családlátogatás az, ami egyrészt kötelezően elő is van írva, hogy a szociális munkásoknak gyakorlatilag ki kell menni a családba, hiszen ott látja a szociális munkás, hogy hogyan is élnek az emberek. Be kell előre jelentkezni? Nem, a törvény nem írja el, hogy kötelezően be kell jelentkezni, de persze van olyan, amikor váratlanul megyünk, mert hogy egész másképpet lehet egészen látni. Másképpen lehet látni, így igaz, és van, amikor előre szólunk, és általában, amikor előre szólunk, az akkor szokott lenni, amikor már járunk a családhoz, már többször voltunk a családnál, akkor már van egy olyan viszony, egy olyan helyzet, amire azt lehet mondani, hogy igen, ha előre szólunk, akkor is ugyanazt fogjuk találni, mint hogyha nem tennénk ezt meg, de van, amikor teljesen váratlanul megyünk, és hát igen, ez egy érdekes dolog, hogy mit is lát a kollega abba a helyzetben. Nagyon elszaladt az időnk, pedig rengeteg mindenről lehetne beszélni itt a témával kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a szociális munkanapján megköszönve tényleg mindenkinek az áldozatos munkáját, megígérem, hogy ezzel a témával nagyon sokat fogunk foglalkozni, mert nem csak itt Terézvárosban, ahol egy jól működő rendszer van, hanem az országon belül is mindenhol előfordulnak ilyen problémák, és nem két olyan telefont kaptam már személyesen is, amikor fölhívtak minket, hogy kedves Lilla, én itt lakom ebben és ebben a településben, Pestről 600 kilométeren, nálunk miért nincsen TEGOSZ, nálunk miért nincs családsegítő szolgálat, és akkor mindig azt mondom, hogy én szerintem van, csak meg kellene tudni keresni. Az utolsó kérdés, kötelező minden település körzetében lenni családok átmeneti otthonának, család és gyermekjóléti központnak? A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás az a két szolgáltatás, ami ma Magyarországon jogszabályi előírásból adódóan is elérhető minden településen. Ugye az integrációval igazából ez az ellátórendszer kétszintűvé vált, tehát hogy minden településen működik család- és gyermekjóléti szolgálat. Persze nyilván nem minden településen működik 30-40 fővel egy ilyen intézmény. A kisebb településeken előfordul, itt természetesen vidéki településekről beszélünk, hogy akár egyszemélyes szolgálatok is működnek, de mindenképpen jelen van egy olyan szociális szakember, hogyha probléma van, akkor van kihez fordulni. A második szintje az ellátórendszernek a járási szint, ahol a család- és gyermekjóléti központok működnek, a központokat a megyeszékhelyeknek, megyei jogú városoknak, a járás székhelyi településeknek kell működtetni, és itt a család- és gyermekjóléti központban elérhetőek azok a speciális szolgáltatások is, amelyeket a helyi települési szinten az önkormányzatok nem tudnak biztosítani.
mert mondjuk nem is lenne arra igény, hogy egy kis településen mondjuk egy saját pszichológusi szolgáltatást biztosítsanak, vagy egy saját fejlesztő pedagógiai ellátást, vagy egy kapcsolattartási ügyeletszolgáltatást, viszont ezek a speciális szolgáltatások elérhetőek a központban a járástelepüléseken működő intézmények és rászoruló vagy segítséget igénylő emberek számára is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, remélem ez a rész nagyon sok településen élőnek segítség lesz, hiszen a Terézvárosi Magazin nagyon-nagyon sok fele nézik az országon. Még egyszer köszönjük szépen az áltozatos munkátokat. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk.